Mortal Kombat! Sziasztok, kedves emberek, én Oscar vagyok, és ez itt az MK10. Hát, bárcsak azt mondhatnám, hogy végigjátszásom első része, igazából ez a training mód lesz. Tehát ugye 14-én jelent meg a játék Steamre hivatalosan, és ez így is volt, de most a Steam kitalálta, hogy egy ilyen előletöltéses cuccot fog bevezetni, tehát hogy egy olyan 3 GB-ot letölt, és utána a konkrét megjelenés időpontjában, ami ugye 14-e este 7 óra környéke volt, az olyan 5-6 fele volt ez, akkor a maradék részét a játéknak letölthetővé teszi, tehát automatikusan frissülni fog a játék, és akkor a többi funkció is szépen feloldódik. Na most, ezzel ugye az a probléma, hogy 3 GB, amit letöltött, ez körülbelül annyira volt elég, hogy bementél a menübe, beállítottad a videót, tehát a grafikát, az irányítást, a hangot, ennyi. Tehát se gyakorlóüzemmód, se sztori mód, se bunyó, tehát semmi nem volt elérhető, és ugye sokakat ez félre is vezetett úgy egyébként, hogy hát akkor most ez what the fuck, ugye? Hát engem is félrevezetett, közfelháborodás lett az egészből egyébként, és hát aztán végül is hál' Istennek így este felé 14-én, tehát tegnap, mert ugye holnap osztam meg ezt a videót, sikerült letölteni a maradék részt is, tehát 29 csomagot töltött le a játék, és utána már elérhetővé vált elég sok minden, de story mód az nem, online mód nem, tower mód nem, szóval tulajdonképpen a story módot nem tudtam még elkezdeni. Úgyhogy ezért van most ez a videó, amit itt láttok. Tehát itt ugye elég sok, hát nem azt mondom, hogy elég sok minden, de azért egy-két dolog átalakult a 9. részhez képest. Tehát most itt nem részletezem, hogy mi történik, de összességében véve van egy olyan lehetőség, hogy amikor elkezdenek egy kombót, tehát elkezdenek ütni téged, és kellőképpen fel van töltődve ugye a special métered, tehát a X-ray métered, nevezzük akkor így, akkor ugye a védekezés gombot meg az irány gombot nyomva, tehát hogy a védekezés plusz az ellenfél irányába elmozdulás, az egy ilyen ellentámadást indít be, és hát ez tulajdonképpen olyan, hogy a levegőbe repül, és utána egy ilyen juggle kombót lehet bevinni neki, tehát a levegőben püffölni egy darabig, ugye. Hát ugye ez elég komoly taktikai dolgot jelent, tehát ezt majd alaposan ki kell tanulni. Hát ugye van a Breaker, ez már a 9. részből ismert, tehát amikor elkezdenek püffölni téged, mondjuk egy nagyon durva kombót akarnak hozzád vágni, és van legalább 2 darab energiameződ, akkor azt meg tudod ugye szakítani a védekezés és az ellenfél irányába történő iránygomb megnyomásával. Akkor az előre, illetve hátra ugrást azt kicsit megvariálták, tehát ugye most már úgy van, hogy az életerő alatt van egy 2 darab részből álló kis mező, kis csík, és ez az energiamezőt jelenti. Na most, hogyha hátra ugrasz egyet, akkor a fele lemegy. Tehát összesen 2-szer tudsz hátra ugrani. Úgy figyeltem meg, hogy az előre ugrás az nem von le semmit. Vagy ha igen, akkor kevesebbet. Akkor van egy olyan lehetőség, hogy lehet benne futni. Tehát előre, és a védekezés, hogyha megnyomod, akkor így teljes erőből elkezd szaladni az ellenfél irányába a karaktered. Na most ezzel nekem az a problémám, hogy nem lehet leállítani a futást, csak akkor, amikor a energia meződ, tehát az energiád az úgymond elfogyott. És utána az szépen visszatöltődik. 50%-ig viszonylag lassan töltődik, utána a maradék az meg már elég gyorsan. Tehát, hogy ezt úgy mind ki kell tanulni, hogy mikor érdemes futni, mikor nem, mikor érdemes szökkenni, mikor nem, és szerintem ez egy felesleges bonyolítás volt. Tehát a szökkenést azt szerintem nem kellett volna, tehát én nem így csináltam volna meg, na. De még nem mondok azért véleményt, tehát az első benyomásaimat osztom meg most veletek. Én úgy csináltam volna, hogy a előre-hátra szökkenés az semmi energiát nem jelent, ugyanúgy működött volna, mint a MK9-ben. Futni meg mondjuk úgy lehetett volna, hogy tehát iránygomb védekezés, és akkor elkezd futni a karakter, de amint elengeded, akkor egyből megtorpan. És akkor ugye ezzel lehetett volna áthidalni azt, hogy 9. részben például, hogyha Johnny Cage és Kenshi
összekerül egymással, akkor ugye Kenshi mindig így ellöki magától Johnny Cage-t, Johnny Cage meg közelről jó. Na most ugye a szökkenéssel elég nehéz úgy közel kerülni Kenshihez, viszont a futással ezt át lehetett volna hidalni. Szóval én így csináltam volna, tehát szerintem ezt eléggé elrontották, de hát mindegy, majd most hát meg kell tanulni, na. Akkor az egy kis minimális szívfájdalmam az, hogy ugye én a gombkiosztást azt úgy csinálom, hogy iránygombok, tehát fel, le, jobbra, balra. Insert a dobás, home a védés, page up a felsőütés, page down az alsóütés, end a felsőrúgás, delete az alsórúgás. Ez nekem nagyon gyönyörűen működött, mert MK4 óta ezt szoktam meg. A backspace az pedig a harci pozíciónak a megváltoztatása, tehát hogy jobbról vagy balról látod a karaktert. Na most én ezt megszoktam, de most a backspace-t azt nem lehet az irányításnál beállítani. Úgyhogy most kénytelen vagyok átszokni az Enterre és a jobb Shiftre. Ez is elég nagy kicseszés, hát ez csak nekem. Hát az alapgombkiosztás az használhatatlan, tehát VSAD-val mozogni, és akkor az U, I, O, L, K, J, Z meg H, azt hiszem, hogy ezekkel, de ez Istennek nem állt rá a kezem, úgyhogy mondtam, hogy mindegy, akkor inkább megtanulom az Entert használni. Tehát ezek az első benyomásaim a játékkal kapcsolatban. Szóval tulajdonképpen most itt 9 óra 15 perckor 14-én ott tartok, hogy practice módban, hát ugye végigvittem ezt a practice módot, amit most láttok, tehát egészen az alapoktól a csúcsig. Igen, hát azt is elmondta egyébként itt a practice módban, hogyha leütnek, akkor van rá lehetőség, hogy hátrafelé elguruljál, és ezzel egy pici távolságot teremtesz az ellenféllel szemben. Vagy azt is meg lehet, hogy egy kicsit tovább maradsz lent a földön, de nem tudsz olyan sokáig lent maradni, mint az MK9-ben. Tehát itt körülbelül egy olyan másfél másodpercig, vagy max 2-ig tudsz lent maradni, az MK9-ben ott meg vagy 3 másodpercig is fetrenghettél a földön. Tehát itt azért úgy hamarabb feláll a karakter. Hát, milyen újdonságok vannak még? Most így hirtelen ez jut eszembe. Hát a legtöbb mozdulatot egyébként megváltoztatták a 9-hez képest. Tehát az ott jól betanult mozdulat, hogy időt felejtsd el. Ugyanis itt nem igazán fog működni. Hát ugye Johnny Cage-el én már nagymester vagyok az MK9-ben. Hát itt újra kell tanulnom. Tehát itt máshogy működik sok minden. Ja, meg még eszembe jutott valami, de hát úgy is látjátok itt a practice módban, hogy például van olyan lehetőség is, hogyha egy mozdulatot enchantolsz, akkor utána még a védekezés gombnak a megfelelő időpontban való lenyomásával még több sebzést tudsz bevinni. Tehát mondjuk, mit tudom én, Scorpionnak az alapsebzése, ez a szigony lövés, ez levesz mondjuk 6-ot, 6%-ot, csak mondtam egy számot, de hogyha X-ray-jel viszed be, akkor 12-t visz le, és hogyha időben még egyszer megnyomod a védekezés gombot, akkor 14-et vagy 15-öt. Tehát akkor van az, hogy ugye 2-t lő ki, tüzes szigonyokat, és utána így megrázza az egészet, és akkor még egy ilyen tüzes áramlat is végigmegy egészen a ellenfélnek a testébe. Ja, meg hát igen, amit most is láthatunk, hogy bizonyos tereptárgyakról el lehet ugrani, bizonyos tereptárgyakat fel lehet használni arra, hogy széttörjük az ellenfél fején, vagy hozzávágjuk. És itt valahol írta a training mód, hogy ezeket az interakciós tárgyaknak egy részét nem feltétlenül lehet kivédeni. Szóval, hogy hiába nyomol a védekezés gombot, hogyha azt hozzád vágják, akkor az sebez. De lehet, hogy ez csak bizonyos pályákon van így. Hát a technikai részéről, mármint a hardware ügy, hát az az igazság, hogy amikor felvettem maxra mindent, akkor az én gépemben egy picit szaggatott egy-két pályarész. Tehát például a marketplace, tehát amikor a piac negyed. Na hát ott például, hát nem azt mondom, hogy látványosan, de úgy érezhetően megfogta a gépet. És éppen ezért most legalább a végigjátszás idejére visszavettem mindent alacsonyra. És még így is egész szép a játék, szóval nem kell itt nagyon fosni, hogy hú de ronda lesz. Csak hát ugye Frapszel veszem fel, az meg ugye eléggé erőigényes, gépigényes. Szívesen felvenném Open Broadcasterrel, csak azzal 60 FPS-ben nem tudom. Úgyhogy az tényleg 60 FPS-es is legyen, úgyhogy hát inkább akkor beáldozunk egy pici képi világot, de összefüggő legyen, amennyire csak lehet.
Hú, hát igen, szóval remélem, hogy holnap, tehát 15-én már a story mode az elérhető lesz, és akkor el tudom kezdeni. Hát ez egy elég nagy hülyeség volt a Steam részéről, meg a fejlesztők részéről, nem tudom mennyire dolgoztak össze, mennyire hangolták ezt az egészet párhuzamosan össze, de ez, hogy pont a Mortal Kombat 10-nél kell bevezetni egy olyan rendszert, ami nincs letesztelve. Félreérthető. Nem volt sehol hivatalosan leírva, hogy ez így lesz. Tehát mindenki arra számított, hogy éjfél környékén, 14-én fel lesz oldva. Steam-en letöltjük, és akkor már story mode meg minden elérhetővé válik. Tehát körülbelül ez olyan, ez a 3 GB-os letöltés, hogy a menüben beállíthatsz egy-két dolgot, mint amikor a kutyának mutatsz egy kolbász, hogy nézd csak milyen szép finom kolbász, meg akarod enni? Úgyhogy megmondja, hogy igen, meg akarom enni, de a úristenek nem adod oda, és szegénynek már spriccel a nyála, meg minden. De hát így járt a kutya. Szóval körülbelül ehhez tudnám hasonlítani. Ja, meg az, hogy ugye előrendelőként vettem meg a játékot, és automatikusan járna Goro. De nem kaptam meg Gorót. Sőt, Scorpionnal és Sub-Zero-val sem lehet játszani. Én arra tudok gondolni, hogy ezek holnapra fel fognak oldódni ezek a karakterek, hát fel kell, hogy oldódjanak. Aztán még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy a story módot csak azért nem lehet elkezdeni még, mert valamit nem teljesítettem a játékon belül, tehát végül is félig meddig ezért kezdtem el itt a training módot is végigvinni. Vagy hát, hogyha ez egy aféle feltétel ahhoz, hogy a story módot elkezdjem. De például online-ra egyáltalán nem lehet menni, tehát internetes játékot nem tudtam elkezdeni, ugye tower sincs. Hát szóval igen, ez azért úgy elég furcsa. Na. Tehát nem örülök, meg a fél internet sem örül ennek egyébként, akik így Steamen rendelték meg a játékot. Na de hát, mindegy. Előbb-utóbb azért most már csak le fog tisztulni a dolog. Szerintem holnap az lesz, hogy bekapcsolom a gépet reggel, és akkor még letölt egy pár gigát, meg egy elnézést kérő szöveget, és utána lehet játszani, mint az állat. Szóval az irányítás az egy kicsit furcsa. Tehát úgy hozzá kell szokni, ugye egészen más. Tehát így a előzetes videók alapján úgy arra gondoltam, hogy hát olyan furcsán játszanak a karakterekkel, olyan bénán, és hogyha én játszanék velük, akkor sokkal durvább kombokat tudnék bevinni, de az igazság, hogy nem. Mert egészen más az irányítás metódusa. Na, elbúcsúzok. Sziasztok! Hogyha tetszett a videó, akkor azért lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, és remélhetőleg vagy ma, vagy holnap, ugye, ami nektek 16-a, jön hivatalosan is a végigjátszás a részemről. Nagyon remélem. Na, sziasztok!